Óránként legalább másfél, de akár 3 millió forintot is kell fizetni azért, ha valaki ezzel az újonnan 60 millió dollárt, azaz forintban 17 milliárdot érő géppel akar utazni. Orbán Viktor miniszterelnök használt ezt a 17 milliárd forintos magánrepülőgépet. Ezt állítja az átlátszó.hu című oknyomozó portál. A lap újságírói július 25-én Budapesten a Liszt Ferenc repülőtéren fotózták le a miniszterelnököt, amikor kiszállt a luxus repülőből. A géppel Orbán Viktor éppen akkor utazott Várnába, amikor kedvenc csapata a Videóton játszott ott. Egyetlen forint közpénzbe sem került Orbán Viktor útja a luxus repülőgéppel. Kérdésünkre ezt közölte a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan szerint a számlát a Videóton futballcsapat tulajdonosa, azaz Garancsi István fizette. Így utazhatott Orbán Viktor másokkal együtt. Havasi Bertalan szerint, ha hívják, akkor Orbán Viktor a jövőben is így utazik majd. Garancsi István jó személyes kapcsolatot ápol a miniszterelnökkel, és nem csak a Videóton, hanem a több 10 milliárd forintos állami közbeszerzést elnyerő Market ZRT tulajdonosa is. Az átlátszó.hu munkatársai nem csak a 17 milliárdos repülő, hanem egy 7 milliárdos luxusjacht útjáról is írtak. Vannak teljesen nyilván is adatbázisok, ahol a hajók és légijárművek útját lehet követni, figyelni, visszakeresni, tehát ilyen történeti adatokat, hogy hol járt az elmúlt időszakokban. Ezekből gyűjtöttük ki aprólékos munkával heteken keresztül az útvonalakat, felfedeztük az összefüggéseket, ugye többször volt olyan, hogy a hajó és a repülő egyszerre tartózkodott ugyanabban a városban, ugyanabban az időpontban. Így volt az akkor is, amikor a nyáron ezt a drónvideót készítették a luxusjachtról. A hajó fedélzetén korábban a merce.hu nevű portál egyik olvasója Mészáros Lőrincet is lefotózta. Ő ezen a videón nem látszik. Üzlettársa a Duna Aszfalt tulajdonosa Szíj László viszont igen. Amikor meglátta a drónt, eltakarta az arcát. A mellette álló férfi Homolya Róbert a MÁV elnöke, aki korábban közlekedéspolitikáért felelős államtitkár volt. Ő a napszemüvegét vette fel azonnal. Számomra ez azt jelzi, hogy ők nagyon jól tudták, hogy nem szabad már ott lenni. Tehát legalábbis nem lenne jó, ha kiderülne, hogy ők ott vannak. Velük volt egy harmadik férfi, Kovács Ernő, Békés megyei kormány megbízott is. Kerestük az ügyben Szíj Lászlót is, akinek cégei az elmúlt években több mint 600 milliárd forintnyi állami közbeszerzést nyertek el. Azt kérdeztük, ővéje a hajó, vagy ha nem, akkor kinek a vendégeként tartózkodott rajta a MÁV elnökével együtt. Cége, a Duna Aszfalt sajtóosztálya csak annyit közölt, a milliárdos üzletember valóban nyaralt Horvátországban, valamint, hogy Szíj László üzleti ügyei intézése közben nagyon sok emberrel kerül kapcsolatba.